Az orosz ellenzék és a civil társadalom képviselői arra kérik az Európai Uniót, hogy támogassa őket a demokrácia előkészítésében és helyreállításában a háború utáni Oroszországban. Az önkéntes svájci számvizetésben élő Mihail Hodorkovszky, Putyin egyik fő politikai ellenfele, ebből a célból érkezett az Európai Parlamentbe. Az Euronews-nak elmondta, hogy a háborúval szembeni aktív ellenállás ma nem olyan népszerű Oroszországban, mint azt az ellenzék szeretné, de fontosnak tartja, hogy 12%-uk, mintegy 12 millió ember ellenzi a háborút és nem fél kifejezni véleményét. Az oroszok úgy gondolják, azzal, hogy elkezdték ezt a háborút, még a helytelenül és tévedésből is nem engedhetik meg, hogy elveszítsék, mert az Oroszország széteséséhez vezetne, mondja. Putyin propagandájának a valóságtól elrugaszkodott írve teljesen fals, de az emberek agyába betalál, és abszolút hatásos. Miszerint a Putyin rezsim megszűnése egyenlő Oroszország szétesésével, és ez a legveszélyesebb dolog. És ezért beszélek olyan gyakran, és mondom el, hogy Oroszország szétesése éppen Putyin miatt fenyeget, és nem azért, mert Putyin távozik a hatalomból. Andrius Kubilius, litván EP képviselő, aki volt Litvánia miniszterelnöke is, azt mondja, hogy a háború kimenetelétől függően bármikor bekövetkezhet a rendszerváltás Oroszországban, és éppen ezért elutasítja a béke folyamat felgyorsításának ötletét. Úgy vélem, Oroszország megreked a fejlődésben, ha nem változnak a dolgok. És ha valaki megkérdezi tőlem, hogy látom-e jelét a változások lehetőségének, egész egyszerűen azt válaszolom, senki sem látta előjelét a változásoknak a perestrojka 1985-ös kezdete előtt sem. De úgy gondolom, hogy abban az időben még a Szovjetunió politikai elitjében is világos volt, hogyha a dolgok továbbra is úgy mennek, mint Brezsnyev idején, akkor a Szovjetunió egyszerűen és nagyon gyorsan összeomlik. Ezért az elit elkezdte a perestrojka reformot. Mintegy 70 háború ellenes és ellenzéki csoport találkozott áprilisban Berlinben, hogy megállapodjanak egy közös nyilatkozatban, amelyet mostanra 30 ezer orosz írt alá. Ez szerint a háború bűn, a rezsimet el kell távolítani a hatalomból, és vissza kell állítani Ukrajna szuverenitását az 1991-es határain belül.